felkelte Havannában, az Occidental Miramar szállóban. 2014. február 19. Hőmérséklet 22 fok vízhőmérséklete, hasonlóan ugyanennyi. Maga a szálló Havannának, a 2,5 milliós lakosú Havannának a Andrássy útján található, innen indítjuk páros nézésünket. A Miramar részen, Havannánál azt szoktunk mondani, hogy ez az egyik legszebb része is, szóval nagyon-nagyon szépek az ilyen világ, ami itt vannak a környékén, és ez inkább az amerikaiaknak kell köszönni, hogy ilyen szépek világát is hagytak itt Kubában, mint a spanyoloknak is kell köszönni, hogy az Havannában ezek a szépek paloták, ami jól találtunk, ez tényleg ez nagyon jó. És itt úgy néz ki, mint egy raketa lenne, de ott van. Nagyon közel, és onnan is lehet a szállodából lenni. A szálloda mellett a forradalom tér, ami egy nagyon-nagyon szép torony, oda, amikor érkezik úgy az államtól, akkor voltak olyan, ami üresek maradtak teljesen, és abból akkor vagy iskola, vagy óvoda, vagy valami diplomata, mit tudom én, vagy kövességeket, szóval úgy csinál, meg akarják venni, és van annyi pénzük, nem külföldi, hanem kubai, aki van, akinek talán van pénze, mert valahonnan kap, akkor lehet ez is megvenni, de egy csomó ilyen van, szóval ami el van romlom, nagyon rossz alapotban vannak, de remélem, hogy valamikor meg felvétják ezeket is, és nagyon ilyen magas épület, emeletes házak vannak, és inkább kiadni szokták, amikor itt voltak, a tulajdonosa mindig az első, az utolsó emeletek, a penthouse, hol az övé, a többiek pedig kiadták. Amikor nem csak itt Havannán van, hanem vidéken is. Orvosi egyetem is van, szóval minden. De ezek az ilyen palotaszerű házak, ez egy magántulajdonosban vannak, szóval magán kezében vannak. Csak amikor van valami írva, hogy ez hivatalos valami intézmény, akkor ott működik valami, ami alami. Ezek például tönkrement teljesen ez a ház, biztos lesz abból valami. Hozi Martin, a kubaiak Petőfie, 19 méteres szobra a függetlenség terén áll. A függetlenség terét érdekesen nem Fidel Castro, hanem még az elődje Batista, a véreskező diktátor építette az 50-es években, és a népek terének nevezték. Fölötte, a Martin szobor fölött a 109 méter magas kilátótorony, a város Havanna legmagasabb építménye. Egyébként mondanom se kell, hogy a nagy események, tehát például annak idején Fidel Castro-nak a 6 órás, 8 órás beszédei, de aztán később a pápa látogatás mind-mind ezen a téren zajlott, és természetesen ez volt a május 1-i nagy felvonulásoknak is az egyik színhelye, vagy főszínhelye. Havannát szokás úgy is emlegetni, mint az automatus elemek városa, mégpedig a működő és közlekedő öreg autók városa. Akkor egy ilyen kiló rizs 5 kubai pesóba kerül, ami azt jelenti, hogy tízszeresen többek. Ez már egy arról is lesz, szóval Kubában nagyon sok forrásból van a pénz. Nagyon sok. Alkoholos. 34 alkoholos. Lundgyárban az összes múzeumot megnézünk, ahol van mindig a cukornákról, meg a cukornákról. Amíg a többiek bent a különféle rumokat zamatolják, kijöttem egy kis szociológiai sétára. Kezdjük talán az elején. Jelen pillanatban Kubában kétféle fizetőeszköz létezik, az úgynevezett konvertibilis peso, vagy cucc, és a otthon használatos peso. Az előbbinek az értéke 1 euró, kb. 1,2 konvertibilis peso, még az utóbbi ennek az 1/10. Nos, ezért a nagyon kis értékű fizetőeszközért lehet aztán kapni
jegyrendszerre alapvető élelmiszereket, mint például olaj, rizs, a rizsből egy havonként, fejenként 3 kiló, tojásból 10 darab, stb. A fizetés hihetetlenül alacsony, 400 helyi pezó, azaz nem sokkal több, mint egy olyan 50 euró havonként. Ebből természetesen nem lehet megélni. Így aztán mindenki ott ügyeskedik, ahol tud. Túl ezen az Amerikába emigrált mintegy 2 millió kubai szintén támogatja az itthon maradt mintegy 11 milliót. A boltok viszonylag jól felszereltek, és a konvertibilis pezóért azt veszel és annyit, amennyit csak akarsz. A legnagyobb gond jelenleg Kubában a lakáshiány. A régiek teljesen lepusztultak, újakat nem építenek, de van bennük annyi józanság, hogy ezeket a gyönyörű szép régi épületeket nem pusztítják el. Így aztán, amikor majd kerül rá pénz, helyre lehet állítani őket. Ugyanakkor a bentlakók felelősségét semmi nem menti. 1961-62 óta forradalom után, amikor ingyen ide beköltöztek, azóta ezek semmit nem csináltak az épületeken. Magyarázkodni lehet, megmagyarázni nem. Külföldiek mai napig nem vehetnek ingatlant, így aztán lakás sem Kubában. Ugyanakkor a helybéliek már igen. És az, aki képes arra, hogy egy házat vagy egy lakást vegyen, valamelyest kipofozza, rendbe hozza, igen-igen jó pénzekhez jut, hiszen külföldieknek adja ki konvertibilis pezóért, ami tudjuk jól, tízszerese a hazai fizetőeszköznek. Egyébként a magántulajdon nagyon korlátozott. Éttermek, boltok, szállodák mind-mind állami kézben vannak. Ami itt van, és ide érkeztünk a Capitoliumhoz. A Capitolium az amerikai Washingtoni Capitoliumhoz képest kicsi nagyobb, kicsi díszített, néhány milliméteres, centiméteres nagyobb, és kicsi díszített, mint a Washingtoni Capitolium. Mondjuk, hogy az amerikának nem nagyon tetszett az, hogy ilyen sikerült, de tényleg nagyon-nagyon szép. Úgy tervezik, hogy jövőre készen lesz a felújítás, látogatható lesz. Egyébként 90 méter magas a kupolája, és alatta egy nagyon értékes gyémánt, ami a null pontot jelzi Kubának, tehát minden út innen véredik, innen indul a kultúrmérse. Nem lesz csúnya, hogyha az eredeti formájába állítják helyre. Alábek puszi erejéig, ez igen. És szembe vele pedig középületek, hát jelen pillanatban siralmas állapotban, de el lehet képzelni, hogy milyen mutatós volt ez a tér maga fénykörában, és milyen lesz, hogyha futja majd rá. Taxinak Kubában ez az igazi. És akinek nem futja a taxira. Kapitólium jobb oldalán az Operaház és a Balettszínház eklektikus épülete, amelyet 1800-as évek végén kezdenek el építeni, és az 1900-as évek elején fejezik be. Mi szintén rekonstrukció alatt. Vajon felveheti a versenyt a régi autókkal? A fegyverek terén, amely a belváros kellős közepén van, és a kubaiaknak a egyik kedvenc helyük,
Itt találhat egy 301 néhány éves ceiba fa, amely meg a ősi indiánoknak is szent fájuk volt, aztán a város alapításakor ültettek egy ilyen fát, ez már nem az eredeti, de mai napig is, mint egy zarándokhelyként a város megalapításának ünnepnapján ezrek jönnek ide, háromszor körbejárják a fát, kívánnak valamit. Mondja a legenda szerint ezt teljesítik. A várost 1519-ben alapították. Ez a hatalmas nagy freskó az alapító ünnepséget ábrázolja, úgy, ahogy ezt az 1800-as évek elején az a francia festő, akinek a szobra most itt látható, tehát ahogy megfestette, az akkori szóbeszéd alapján. Függetlenség terén található a nemzeti hős, a szabadságharcos Carlos Manuela szobra, aki egyébként cukornád ültetvényes volt, és felszabadítja a rabszolgáit 1868-ban, és megindítja a függetlenségi harcot az országban. A szobor mögött az egykori kormányzósági palota, spanyol kormányzósági palota, spanyol baroknak ragyogóan szép épülete, meglepően jó állapotban. A kormányzói palota belső udvarában a Columbus szobor. Ez a király pálmafa, ez Kubában a legfontosabb, ez egy nemzeti fa. Ott van a termék, a mennyezet cédrusból, illetve mahagóni fából készül. Hát valahogy 300-400 évvel ezelőtt így nézett ki a palota belső. Ha most valaki szeretné olyan... A havannai nagy piac. Kézművek süttetik, paparagványok tömkelegével. Két hónappal ezelőtt jártunk a Botíró Múzeumban, Bogotában. Hát itt a Szent Ferenc téren már némi ízelítőt kaphatunk. Az egykori Havanna, fényességes Havanna összes szépségéből. És a névadó templom oldalán a szoborral a kívánságot teljesítő francia ember, mögötte pedig a Carmen Montillának, festőnek volt a háza, romos állapotba vette meg, aztán ilyen szépen rendbehozott a ma értelemszerűen múzeum. Egyébként itt a szakállát kell megfogni. Annak idején a 15 éves lányok, akik amikor sorra kerültek, hogy a társaságnak bemutassák, idejöttek, megsimogatták a francia ember szakállát, és teljesült a kívánság. Idegenvezetőnknek, Odinak az autentikus demonstrációja. És maga a templom, a Szent Ferenc templom belülről igazán visszafogott. Hát ez alkalommal ennyit tudott megörökíteni a kamera. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, a viszontlátásra!